Már több éves hagyomány, hogy a bajnoki rajt előtt a marosvásárhelyiek meghívásának tesznek eleget a nyíregyházi tekézők. Ezúttal a családi okok miatt távol maradó Hakker Dezső és Finta Zoltán nélkül utazott el a hadcsapatos maroskupára az NTK, amely a házigazda mellett a szerbiai Magyar Kanizsával és három romániai együttessel mért összetudását. Szlovenszkijék 3246 fás teljesítménnyel megnyerték a csapatversenyt, Mogyorósi Péter pedig egyéniben bizonyult a legjobbnak. Ahhoz képest, hogy minimális edzéssel vettünk részt ezen a versenyen, ugyanis tulajdonképpen két hét felkészüléssel indultunk ennek a tornának, ahhoz képest az eredményünk egy olyan jó közepesnek számít csapatszinten. Egyéni szinten Mogyorósi Péter eredmény az vissza szenzációs 611 fával megnyerte az egyéni versenyt. A Superliga szeptember elején rajtol az eddigi 10 helyett 12 részvevővel. Több csapat jelentősen megerősödött, így minden bizonnyal átrendeződnek majd az erőviszonyok. Most felemelt a szövetség két főre, 12 főre, így nem lesz rájátszás. Ez szerintem jó dolog, csak egyenes AG versenyek lesznek. Szerintem nehezebb lesz most a szezon számunkra is. Az első évben ugye Ózra jártunk vendégségbe, akkor úgy tekintettek ránk, hogy egy kieső jelölt csapat. Benn maradtunk szerencsére. Tavaly ugye új pályát kaptunk, ez megint egy nehézséget jelentett. Ebben az évben viszont már szerintem készülnek ránk, tehát nehezebb lesz ez a szezon számunkra. Már a sorsolás hivatalosan még nem készült el, a legutóbbi helyezési számokból kiindulva a nyíregyháziak a BKV előre ellen kezdik majd a bajnokságot szeptember elején. Szlovenszkijék a hazai edzések mellett még a szolnoki Tiszakupán csiszolhatják formájukat.